Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Cinege számára. Kedves Cinege, köszöntelek téged. Ez a te jóslásod, és mi megtekintjük az ő gondolatait, érzelmeit, de a tiédet is, azt is, hogyan tovább. Ebben a szerelem parkban, vagy a szerelem kertjében van egy szerelmes pár. Ez a hölgy téged mutat, és ez az úr őt. Először megtekintjük a te érzelmeidet. Ezt mutatja itt ez a kártya. Ez a hölgy kinyit valamit. Van a kezében egy kulcs. Mivel ez az ajtó, ez a nyílás a lehetőségeket mutatja, megvan arra a lehetőségetek, hogy újra kibéküljetek, és ebben a kapcsolatban maradjatok. Azon kívül ez a kulcs szimbolizál még valamit. Azt, hogy légy nyitott, vagy légy zárkózott. Egy kulccsal nyithatunk valamit, és szimbolizálja a nyitottságot, vagy egy kulccsal bezárhatunk valamit, és az mutatja a zártságot. Amikor te újra találkozni fogsz vele, és elindul újra ez a kapcsolat, akkor figyelj oda, melyik pillanatban kell, hogy zárkózott és visszahúzódó légy, és melyik napokon kell, hogy a nyitottságodat mutasd. Ebben segít neked a belső hangod. Most megtekintjük az ő érzelmeit, ezt mutatja itt ez a teli hold. A hold szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, a reményeket. És ő reménykedik abban, hogy te visszatérsz az ő életében. Mert a hold egy kicsit visszahúzódó. A hold vár arra, hogy valami történjen. És ezek az ő elvárásai. De te benne vagy az ő álmaiban. Most megtekintjük a te gondolatodat. Ezt mutatja itt ez a kártya, ez a férfi rá utal. Te gyakran és sokat gondolsz rá. Ő megjelenik itt a te gondolataidban. Mik az ő gondolatai? Ezt mutatja ez az út. És ezen az úton minden kivirágzik. És ez egy közös út. Mi vagy ki folyásol be téged? Itt van ez a hegyi vidék. Ez lehet egy kirándulás és a hegyekben, viszont ez a kép szimbolizálja a problémákat. Ami viszont jó, hogy az egerek ezt eltávolítják. Tehát mindaz, ami téged nyomaszt, a napokban az elmúlik hamarosan. És milyen hatás alatt áll ő, ez a róka ravasz. Mutatja a hamisságokat is. Azt is, hogy van valaki a közelében, vagy valaki közeledik hozzá, aki becsapja őt. Vagy hazudozik, hamis személy, ez lehet egy hölgy, lehet egy férfi, lehet egy munkahelyi kapcsolat, vagy valaki a családban, de látható itt a hamisság. Ez a kártya az anyagiakat mutatja, ez valószínű egy pénzügyi dolog.
Tehát neki óvatosnak kell lenni a következő napokban, hetekben. Ez a kártya, a halak nem csak az anyagiakat mutatja, hanem szimbolizálja a lelkiséget is. És az, amit feléd kimutat. Ebben a parkban van egy szökőkút, és itt látjuk ezt a vizet, a szökőkútból mutat egy utat, és mutatja a jövőt. Mi vár rátok? Ez a virágcsokor egy meglepetés. Arra számíthatsz, hogy ő meglep téged, vagy jön egy meghívás, vagy megajándékoz téged, és van egy közös utatok, ahol így minden kivirágzik. Az energiamező, ami jelen pillanatban köztetek van, én azt át tudom változtatni számokra. Mégpedig ez a nulla és a négyes szám. A nulla jelenti a gondolatokat, az ötleteket, a terveket, és a négyes szám a biztonság érzését. Azt is, hogy ez megvalósul, mert a négyes szám kapcsolatban áll a föld elemével, a reális dolgokkal. Te kérdezted azt is, hogy van-e egy másik hölgy, vagy volt-e egy másik hölgy az életében? Igen, nem, vagy ja, kicsit flörtöltek, de nincsenek együtt. Amennyiben az inga jobb oldalra mozdul ki, az azt jelenti, neki volt valakie, vagy van valakie. Amennyiben az inga balra mozdul ki, az azt jelenti, nem, neki nincs senkie, ő vár rád. Amennyiben az inga megáll, akkor mi is álljunk meg, nem kell, hogy feltegyük ezt a kérdést. Lehet, hogy ismer valakit, lehet, hogy nem. Minden olyan bizonytalan. Van valakie, vagy volt valakie ez alatt az idő alatt? Az inga balra mozdul ki, és az azt jelenti nem. Nem volt senkie az alatt az idő alatt, amíg együtt voltatok, és most sincs barátnője. Kedves cinege, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!